Mark Rutte, holland kormányfő, a szélső jobboldali szabadságpárt parlamenti választási győzelme ellenére egyértelmű várományosa az Észak-Atlanti Szövetség főtitkári posztjának, írta az AFP kiadvány, számolt a Evropaiska Pravda. Jens Stoltenberg utódjának nevét várhatóan a jövő évi Washingtoni NATO csúcs előtt hozzák nyilvánosságra. A diplomaták elmondása szerint Ruttét a legfontosabb NATO országok, az Egyesült Államok, nagy Anni a Franciaország és Németország támogatják. Ugyanakkor azt feltételezik, hogy akadályt jelenthet Rutte számára az a helyzet, amelyet Hollandiában hagy maga mögött, mivel a szélső jobboldali Girt Wilders választási győzelme sok hullámot váltott ki Európa szerte. Stoltenberg hétfőn az AFP-nek elmondta, hogy Rutte barát és jó kolléga. Ő egy tehetséges politikus, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a miniszterelnöki posztjának köszönhetően, de nem az én dolgom eldönteni, hogy ki legyen az utódom, mondta Stoltenberg.